Na, arra gondoltam, hogy tavasz van, és hogy tehát a bélszóra is gyakorlatilag szóra, hogy mondja, a legnagyobb részben növényekből áll. Tehát ahogy a növények most természetben most indulnak befejlődni, ugyanúgy most indulnak befejlődni a baktériumok, és a patogén baktériumok is. És szerintem ezért kell a böjtöt tartani, hogy azok ne tudjanak kifejlődni. Mert most lenne a népesedési időszak, a benépesedési időszak. Tehát részben ez a magyarázata a böjtnek, nagyon-nagyon sok más mellett.